közben adja a Norbert, indítja a csatárunkat, és ott is van az 1-0 arányban vezetünk Popovics Drevko góljával, adja a Norbert remek kiugratását követően, a 10. percben 1-0 arányban vezetünk. Rögtön az első lehetőségünkből, tehát gólt szerzünk. És ez bizony a gyirmótiak szempontjából hideg zuhany, de ez bennünket egy cseppet sem érdekel. És Mihály Riaskó volt túl kényelmes, így a helyén jöhetnek a gyirmótiak. Már bobál a bal szélen. És a középre tett labdánál a gyirmótiak kapuba fejelik a labdát. Nem volt megfelelő a kommunikáció, a védelem is a kapus között. Az a érzésem szerint a kaputól 4 méterre kijöhetett volna Bozsidár Radosevics, de előtte Mihály Riaskó volt nagyon kényelmes, úgy szerzett labdát a gyirmóti együttes. Úgy tűnik, hogy Sisa Tibornak volt kevesebb mondani valója, hiszen már 3-4 perce a gyirmóti játékosok megérkeztek a pályára, majd jöttek a balmazújvárosiak és a játékvezetők utolsóként. Vajda mutatta volna neki magát, Popovics a bal szélen. És egy remek labdát kap vissza Batizi, középre tett labdájából pedig Mário Mijatovics centikkel tévesztett célt. Remek akció volt, már mindenki bent látta Mijatovics lövését. A Somogyi Csabának sikerült kiimádkozni a labdát. Most jártunk a legközelebb ahhoz, hogy ismét megszerezzük a vezetést. Kár érte, hogy nem bentebb ment pár centivel a labda, és most erről beszéltem, hogy a semmiből megszerezheti a vezetést a gyirmót. A sok kihagyott lehetőségünk megbosszulta magát, és a néhány perccel ezelőtt beállt Madarász Márk volt eredményes. És hátul fellazult a védelem, és jöhet 4-3-ban a gyirmót. Radosevics jött, de így is a hosszúba passzolja a labdát a gyirmóti támadó, akik ezzel eldöntik a 3 pont sorsát, és megszerzik az első győzelmet. Ez egy nagyon értékes győzelem volt. A Balmazújváros nagyon beerősített a télen, tehát ismerem a játékosokból jó párat, tehát volt, akivel játszottam, még Kaposváron, neki egy edzőmeccset a Szlovén Belupóban játszott a srác, illetve Igor Gált is ismerem, tehát ez egy nagyon jó anyag most. Én úgy gondolom, hogy megvan az esély esetleg a bennmaradásra, tehát ezt a csapatot legyőzni, én szerintem ez mindenképpen komoly fegyvertény volt. Természetesen most mi úgy vagyunk vele, hogy szurkolni fogunk a Balmaznak, hogy minél több pontot raboljon el a riválisainktól. Nagyon egyszerű játékot játszanak, jól és szívosan védekeznek, és villámgyorsan mennek át kontrára. Ehhez kellett a mi védelmi megingásunk is, és így övék lett a 3 pont. Balmaznak egyetlen egy lehetősége volt első fél időben, addig mi irányítottuk a mérkőzést, és utána is. Én úgy gondolom, hogy a második fél idő viszont kiegyenlítettebb volt. Ott már egyértelműen úgy nézett ki, hogy egy ilyen kiki meccs lesz belőle, amiből mi jobban jöttünk ide, én úgy gondolom megérdemeltem, mert több nagy zicserünk is volt, és én úgy gondolom, hogy lesz ennek komoly értéke, lesz ennek az itteni győzelemnek. A fél időben megint csak azt hangzott el, hogy nagyon koncentráljunk az első 15 percre, sokkal, de sokkal jobban, mint azt tettük Mezőkövesden, tanuljunk abból. Én úgy gondolom, hogy a második fél időben a gyirmót megint kapott egy lehetőséget a 16-osunkon belül, úgy ment be a csatáruk, ahogy kell, mert hagytuk, messze álltunk tőlük, nem vettük fel időben, és gyakorlatilag megszerezték a vezetést ebből a találatból. Ezt megelőzően, meg ezt követően is voltak zicsereink. Nem tudunk úgy dönteni sajnos, ahogyan kellene ezekben a szituációkban még, de én nem temetném se a Tóth Lacikát, akire kijött kétszer a gyors emberünkre ugye a játék és a gólhelyzet. Ellenkezőleg én azt mondom, hogy látom ezekben a játékosokban azt a lendületet, azt a gyorsaságot, amivel ezeket a nehézkes védőket meg tudjuk futni, és ha
kimegyünk ebből a nehéz sorozatból, akkor biztos vagyok benne, hogy a hasonló szőrű csapatok ellen, mint a Csákver vagy a Siófok, Kaposver, akik hasonlóan nehéz helyzetben vannak, mint mi, ezek eredményre fognak vezetni. Meg lesz a feljutás? A cél végül is ez lenne, és ezen dolgozunk.